Ebben a videóban a stroke utáni legfontosabb teendőkről lesz szó, de a videóban elhangzók nem csak stroke esetén hasznosak, hanem egyébként is jót tesznek az agynak. Szeretettel köszöntök mindenkit! A stroke során elzáródik a vérútja az agyban, aminek az lesz a következménye, hogy egyes agyi részek nem kapnak elegendő vért, végeredményben pedig oxigént. Az agysejtek nagyon érzékenyek az oxigén hiányra, így rövid időn belül a neurónok, az agysejtek elhalnak, majd sérülnek az agyszövetek. Stroke után a legfőbb kérdés, hogy miként tudjuk megnövelni az agyban az oxigénszintet. Az első hatékony eszköz a kezünkben a hiperbár oxigénterápia, mely során tiszta oxigén, szinte tiszta oxigént lélegzünk be megnövelt nyomás alatt, túlnyomásos kamrában. A terápia lényege, hogy tiszta oxigén kerüljön a tüdőbe, majd a tüdőn át a vérbe, végül az agyba. A ketonszint megemelésével szintén növelhetjük az agyban az oxigén szintet. A testünk képes energiát nyerni glükózból, tehát cukorból és ketonokból is. A glükóz elsősorban szénhidrátokból keletkezik, mint gabonaételek, cukor, fruktóz, burgonya, rizs, stb. A ketonok pedig egyes zsírokból, zsírsavakból. A ketonok több oxigént adnak a sejteknek, mint a cukor, az agyunk ezért is részesíti őket előnyben. Növelhetjük a ketonszintünket először is exogén ketonok bevitelével, ezeket étrendkiegészítő formában vihetjük be. Másodszor MCT olaj fogyasztással, minden étkezés után vigyünk be pár evőkanál MCT olajat. Harmadszor az alacsony szénhidrát és magas zsírtartalmú diétával, tehát a gabonaételek, burgonya, rizs, cukor, stb. Visszaszorításával és helyette több zsír bevitelével, ezen belül is leginkább halételekkel, olívaolajjal, vajjal, marhahússal. És végül negyedszer a bőjtöléssel, ugyanis a bőjt alatt egy idő után beindul a zsírégetés, tehát a testünk a saját lerakódott zsírunkból csinál ketonokat, és azokat használja energiaként. A harmadik eszköz a kezünkben az agysejtek regenerálásához a stroke után az omega-3 zsírsavak, azon belül is elsősorban a DHA. A DHA azért hasznos, mert az agysejteknek a felépítéséhez szükség van rá, tehát ha új agysejteket akarunk létrehozni, kell belőle bőven. Ez egy napi szinten halat, halételeket, és célszerű napi szinten többször nagy mennyiséget bevinni jó minőségű omega-3 tartalmú készítményekből, halolaj vagy krillolaj formában, de akár mindkettő szedhető egyszerre. Ajánlom figyelmetbe a Manna Vita meg a krillolajat, melynek napi adagjával 1500 mg krillolajat biztosíthatunk a szervezetünk számára. A D-vitamin, a teljes értékű C-vitamin és az E-vitamin szintén nagy segítség lehet a sérült agyszövetek regenerálásához. A vitaminokat mindig célszerű természetes formában pótolni koncentrált, magas vitamintartalmú ételekkel, mert a szintetikus olcsó vitamin készítmények inkább csak kárt okoznak. A D-vitamin gyulladást csökkent, az E-vitamin az agyban keletkező szabad gyökök csökkentéséhez nagyon jó, a C-vitamin pedig az érfalak megerősítéséhez kell, tehát abban segít, hogy erősek és rugalmasak legyenek az erek, így ezáltal strapabírok és kitartóak. A polifenolok, a flavonoidok bevitelével szintén erősíthetjük az érfalakat, csökkenthetjük a szabad gyököket az agyban, mérsékelhetjük a gyulladásokat. A bogyós gyümölcsökben, a gránátalmalében, a fekete berkenyelében, a fekete áfonyában, a tőzeg áfonyalében, a homoktövisben rengeteg polifenol vegyület van. Az újabb rögök megelőzéséhez a legfontosabb 5 vegyület a nattokináz, a lumbrokináz, a szerrapeptáz, a bromelain és a már említett E-vitamin. Rájuk is érdemes gondolni. A rendszeres edzés és mozgás folyamatosan emelt oxigén mennyisége látja el az agysejteket, főként a nem túlzottan intenzív, alacsony stresszel járó gyakorlatok a jók, például a hosszabb séták a szabadban, az erdőben. És meglepő lehet, de a rövid ideig tartó oxigén megvonással is komoly regenerálódást érhetünk el. Amikor rövid ideig megvonjuk magunktól az oxigént, mondjuk fél percig vagy egy percig nem veszünk levegőt, stimuláljuk, ingereljük azokat a géneket, amelyek az új agysejtek létrehozásáért felelnek. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is.
Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!